figyeljenek a biztonságra. Kismértékben ugyan, de csökkent a munkabalesetek száma idén az első fél évben, a halálos balesetek száma viszont növekedett. Haderőfejlesztés indul. A honvédség olyan megújuláson megy keresztül a következő időszakban, amelyre az elmúlt 25 évben nem volt példa, hangzott el a nyíregyházi huszár találkozón. Megkezdődött a Vidor Fesztivál. A rendezvény 9 napja alatt mintegy 300 programot kínálnak a közönségnek Nyíregyházán és a megye több településén. Kismértékben ugyan, de csökkent a munkabalesetek száma idén az első fél évben. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A javuló tendencia képét rontja, hogy a halálos kimenetelű balesetek száma viszont jelentősen növekedett. Az egy évvel korábbi 36-ról 45-re emelkedett a fél éves adatok szerint. A munkavállalók egy része szabálytalanságok mellett dolgozik, és továbbra is problémát jelent a megfelelő munkavédelmi oktatás hiánya. Targoncával pakolják az árukat ebben az üzemben. Az idei első fél éves adatok szerint ez a munka a legveszélyesebbek közé tartozik. A munkabalesetek száma itt az egyik legmagasabb. De a gépiparban és a feldolgozóiparban dolgozók sincsenek mindig biztonságban, ezen a két területen történt ugyanis a balesetek közel fele. A lista elején találjuk még az építőipart és a mezőgazdasági munkát is. Idén tavalyhoz képest egyébként több mint 200-al kevesebben váltak 3 napnál hosszabb időre munkaképtelenné baleset miatt, de ez a szám is még majdnem eléri a 10 000-et. A halálos munkabaleseteket illetően pedig idén rosszabbodott a helyzet. A halálos balesetek száma, én azt mondom, hogy drasztikusan 36-ról 45 esetre emelkedett, és ugye ez a sérüléses balesetek mellett, amelyekben a csonkulásos balesetek is tartoznak, az is 35 esetben következett be, ami viszont emelkedő tendenciát mutat. Tehát igaz, hogy csökkent a baleseteknek összesszáma, de a tragédiával járó súlyos esetek száma azonban növekedett. Ezeknek az eseteknek bekövetkezésének az oka, az esetek 70%-ában a nem megfelelő odafigyelés miatt következett be, tehát a dolgozók nem tartják be az alapvető előírásokat. A legtöbb baleset, közel 3500, az 50 fő dolgozó feletti munkahelyeken volt, de kiemelkedően magas a szám a 10 fő alatti munkavállalóval rendelkező cégeknél is, náluk majdnem 1000 szerencsétlenség történt. A kisvállalatok esetében súlyos problémát jelent, hogy legtöbbször nem tudnak munkavédelmi szakembert alkalmazni. De ami nagyobb gondot okoz, hogy valamennyi vállalatot figyelembe véve a munkavédelmi hatóság megállapításai szerint a dolgozók harmadát súlyos szabálytalanságok mellett foglalkoztatják. Ezen kívül jellemző az a tendencia, hogy egyre kevesebb figyelmet fordítanak a megfelelő munkavédelmi oktatásra. A munkavédelmi oktatások elmaradnak, pedig ez kiemelt szankció körébe tartozik ezeknek a megtartása. Nagyon sok esetben tapasztaltam én is, hogy a munkavédelmi oktatás csak annyira terjed ki, na itt a napló írjátok alá is menjünk, mert dolgozni kell, tehát ettől a dolgozók nem fognak biztonságosabban dolgozni, nem ismerik meg a veszélyforrásokat. A legtöbb baleset mintegy 1800 Budapesten történt 2017 első fél évében. A főváros Pest és Fejér megye követi a sorban. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a munkabalesetek szempontjából a biztonságosabb régiók közé tartozik. 471 balesetet regisztráltak idén, amelyből egy volt halálos kimenetelű. Önkéntes területi elven szerveződő tartalékos rendszer kialakítását, a katonák erkölcsi és anyagi megbecsülését és nagyarányú technikai eszközfejlesztést tartalmaz a Magyar Honvédség megújítását célzó Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program, mondta a Kölcsei Televíziónak a Honvéd vezérkar főnöke a szombati nyíregyházi huszár találkozón. Benkő Tibor hangsúlyozta, a honvédség olyan teljes körű megújuláson megy keresztül a következő időszakban, amelyre az elmúlt 25 évben nem volt példa. A huszárbandériumok, a díszszázad és a katonazenekar vonul át a Józsa András múzeumtól az idén 20 éves magyar huszár szobráig az országzászló térre.
Az impozáns felvonulás az 1944-ig működő magyar huszárság és az egykori huszárok előtt tisztelgett, amelynek legidősebb képviselője az idén 100 esztendős Juráncsik Antal volt. Az ünnepségen Benkő Tibor honvéd vezérkari főnök arról beszélt, a Mátyás király korától fennálló magyar huszárságot a bajtársiasság, a hazaszeretet és a bátorság mellett sajátos rafinéria jellemezte, mely könnyű lovas fegyvernemet csak a haditechnika fejlődése tudta háttérbe szorítani. A vezérezredes szólt arról, a haderő fejlesztési programmal elindult a honvédség fejlesztése. Ennek keretében légi és földi eszközöket vásárolnak, elkezdődik a pilótaképzés és emelik a katonák bérszínvonalát is. Az elmúlt jó néhány évben katonáink, ahogy említettem, közel 1000 fővel kint vannak missziókban, műveletekben, harci tapasztalatokkal rendelkeznek, még akkor is, ha Magyarországon béke van, és nekünk az a fontos, hogy a jól kiképzett, jól felkészült katonáinkat kiváló, korszerű, modern technikai eszközökkel lássuk el. Ez már elindult ebben az évben, megkezdtük elsőként mi a katonák egyéni felszerelését kívánjuk, mondjam úgy, hogy korszerűvé és napra készé tenni. Tehát most már vannak katonai szervezetek, ahol a új gyakorló ruhát viselik, hamarosan beindul a hazai fegyvergyártás, tehát olyan fegyverekkel, kézi fegyverekkel látjuk el a katonáinkat, amelyik 21. századbeliek. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere arról beszélt, a megyeszékhelyen az 1870-es évektől több huszárszázad állomásozott. A megyei közgyűlés elnöke beszédében pedig azt hangsúlyozta, a legmagyarabb fegyvernem képviselői Nyíregyházához, Szabolcs vármegyéhez és az egész országhoz hozzátartoztak. Emléküket és tetteiket pedig őriznie kell az utókornak. A legrégibb fegyvernemről van szó, hiszen már a 15. századból vannak erre vonatkozólag írásos adataink, illetve hát az egész világon elterjedt ez a fegyver, és mindenhol magyarnak tartották, tehát igazán büszkeségre okot tartó és okot adó hagyományról van szó. És hát olyan hagyományról, amely remélhetőleg élő, hiszen ahogy évről évre látjuk, egyre több hagyományőrző csatlakozik lelkesen ez a mozgalom, ez a hagyományápoláshoz. Díszsortűzzel tisztelegnek a huszárok előtt, majd koszorúzás következett, ahol a honvédség, a város és a megye képviselői helyezték el a huszárszobor előtt az emlékezés virágait. Az eseményen átadták a jubileumi huszártalálkozót megörökítő emlékérmeket is, amelyek közül egyet a 100 éves huszár is átvehetett. Pénteken elkezdődött a 16. Vidor Fesztivál, a Vidámság és Derű országos seregszemléje. A rendezvény 9 napja alatt mintegy 300 programot kínálnak a közönségnek Nyíregyházán és a megye több településén. A színházi versenyprogram mellett világzenei koncertek, irodalmi műsorok és szabadtéri filmvetítések is várják a közönséget. Péntek óta zenészek és pantomimesek fogadják a nagy érdeműt a Móri Zsigmond Színház előtt. A legszerencsésebb nézők bejuthattak a versenyprogramok egyikére. A hétvégén nagy sikere volt a Bartók Kamara Színház és a Víg Színház előadásának. A Nemzeti Színház a Fodrásznő című darabját hozta el, amely 2010-ben a Poszt legjobb előadásának díját kapta. A címszerepet Szűcs Nelli alakítja, aki ugyanakkor a legjobb női alakításért járó elismerést vehette át. A művész szerint a fodrásznő maga a szeretet és a szerelem. Ez egy olyan előadás számomra, hogy mindig úgy megyek neki, hogy nem tudom, mi lesz a végkifejlet. Amikor meg lejátszuk az előadást, akkor azt érzem, hogy már vége van, hát mi csak most kezdtük el. Nem jól csináltam semmit, megint kezdjük el az egészet előről. Az előadással gyakran utazik a társulat. Hazai fesztiválok mellett vendégszerepeltek Romániában, Ukrajnában és Oroszországban is. A darab sikerének Trill Zsolt szerint számos titka van. Nagyon jó csapat jött össze, aztán
Rizsakov egy nagyon fontos személyiség ennek az előadásnak, Viktor Rizsakov, ő a Moszkvai Színháznak a rendezője. És volt egy nagyon izgalmas próba folyamat. Szerintem ez. Az anyag is izgalmas volt, bátran lehetett variálni, hozzákölteni, elvenni, és akkor így nagyon jó éreztük magunkat. Mi se gondoltuk, hanem úgy csináltuk. Nem akartunk mi fesztivál darabot csinálni, hanem úgy jó érezni akartuk magunkat. A Klúdi Kamara színpadon a hétvégén a Füge produkció és a Gólem Színház mellett a Nemzeti Színház művésze Oll Tamás is fellépett, aki a Szájon lőtt tigris című zenésest egyik szerzője, rendezője és előadója is egy személyben. A darab, amelyet Vaszkó Bencével együtt írt a művész, Rejtő Jenő művei alapján született. Úgy éreztem, hogy nagyon szeretnék beszélni erről, nagyon szeretném, hogyha az emberek megismernék őt. Kicsit jobban, természetesen a humort se hagyjuk ki az előadásból, a zenét se hagyjuk ki az előadásból, de mégis inkább egyfajta ilyen kegyeleti tisztelgés az Rejtő Jenő előtt. A fesztivál versenyprogramjában többek között fellép még a Karinti Színház, a Játékszín, a József Attila Színház és az Orlai Produkciós Iroda, koncertet ad majd a 30Y és Herzko Ági is. Nagyobb tiszteletet érdemelnek a nyugdíjasok, ezért a Fidesz elfogadhatatlannak tartja, ahogyan Vona Gábor beszélt a nyugdíjasokról, mondták el kormánypárti országgyűlési képviselők mai nyíregyházi sajtótájékoztatójukon. 3 millió magyar nyugdíjast sértett meg a jobbikos pártvezető, fogalmazott Vinnai Győző, aki hozzátette, ellenben a Fidesz megbecsüli a nyugdíjas társadalmat. A fideszes politikusok szerint közéleti szereplő, politikus nem beszélhet így. Engem, mint magánember is sért az a hangnem, amit a Jobbik megenged magának a nyugdíjasokkal szemben. Ezért felszólítottuk Fülöp Eriket, a Jobbik alelnökét, és Adorján Bélát, a Jobbik megyei vezetőjét, hogyha már Vona Gábor nem képes bocsánatot kérni a nyugdíjasoktól, akkor szíveskedjenek ő helyette ezt megtenni. Egyenlő munkáért, egyenlő bért folytatja a Bérunióért indított aláírásgyűjtést a Jobbik. Ma Nyíregyházán, a Kossuth téren Apáti István jobbikos országgyűlési képviselő is aláírta a kezdeményezést. Apáti szerint csak a versenyképes, a jelenleginél magasabb bér fogja itthon tartani a szakképzett munkaerőt. Az ellenzéki párt politikusa kiemelte, minél több aláírás gyűlik össze egy év alatt a Béruniót kezdeményező 7 országban, annál nagyobb érdekérvényesítő ereje lesz a petíciónak Brüsszelben. Ez a európai polgári kezdeményezés sikeres lesz, már pedig nem kétséges, hogy az lesz. Akkor lassan, de biztosan több lépcsőben, fokozatosan, több éven át tartó hosszú út révén eljutunk odáig, hogy a magyar és a kelet-európai munkabérek elkezdik megközelíteni a nyugat-európai szintet, hiszen az egyenlő munkáját egyenlő bért elve azt jelenti, hogy a kelet-európai munkavállalók munkája legyen a szellemi vagy fizikai munka, és érjen annyit, vagy közel annyit, mint nyugat-európai munkatársaiknak a munkája. Több ezeren vettek részt a Fényes Napok elnevezésű rendezvényen Máté Szalkán, ahol Magyarországon először gyulladt ki a közvilágítás. A részletekről hamarosan szólunk, előtte viszont nézzük a híradó további témáit. Kerékpárút és gyalogos átkelőhely az iskola energetikai korszerűsítése, a települési konyha felújítása. Többek között ezek a beruházások valósulnak meg a közeljövőben Kállósemjénben. A tervekről Belica László polgármester beszélt a szombaton megrendezett 21. falunapon. Sorozatban 5. győzelmét szerezte meg, és továbbra is vezeti az MB2 tabelláját a kisvárdai futballcsapat. Kondás Elemér együttese a bajnokság 6. fordulójában a Csákvárt fogadta, és 0-0-ás félidő után 3-0-ra verte ellenfelét. A kisvárda szombaton Cegléden lép pályára. Több ezeren vettek részt a Fényes Napok elnevezésű rendezvényen Máté Szalkán, ahol Magyarországon először gyulladt ki a közvilágítás. Az eseményen a város polgármestere elmondta, 720 millió forint fejlesztési forrás nyert az önkormányzat turisztikai projektek megvalósítására, amelyekkel teljesen megváltozik a szatmári település arculata. Látványos fáklyás felvonulás Máté Szalkán a Kossuth utcán.
Magyarországon 1888-ban először itt gyulladt ki az elektromos közvilágítás, New Yorkkal egy időben, Párizs után 2 évvel és a fővárost Budapestet 5 évvel megelőzve. Ezt a jeles eseményt ünneplik a szatmári városban minden év augusztusának utolsó hétvégéjén, a fényes napokon. Egy testvérpárnak köszönhető, Schwarz Manónak és Schwarz Emanuelnek, hogy egy korszerű mezőgazdasági gyártelepük volt itt Mátészakán olajütővel, malommal, sőrehézdaldával, likőripari céggel, és kiutaztak a termékeikkel a párizsi világkiállításra, ahol meglátták az újkornak a csodáját, egy svéd gyártmányú dinamót. Ezt a gépet megvásárolták a gyáruknak a korszerűsítéséhez, de ez olyan nagy mennyiségű áramot termelt, hogy a gyártelepről végigvezették a Mátészalkai utcákon az ő belvárosi palotájukhoz. Mátészalka polgármestere a rendezvény azt hangsúlyozta, a felvonulás helyszíne, a Kossuth utca is hamarosan megújul, egy turisztikai beruházás sorozatnak köszönhetően. Egy 720 milliós fejlesztési forrást nyertünk el Mátészalka történelmi utcájának megújítására és egy turisztikai nagy projekt megvalósítására. Az egész arculata megváltozik ennek a városrésznek. Építünk egy Tony Curtis kávéházat, amelyet a híres, világhírű színész relikviáival fogunk ellátni. A régi mozi épületét, ahol Mátészalkai a generációi szórakoztak, nagyon-nagyon jól felújítjuk, és természetesen amellett, hogy Cukor Adolfnak, a Paramount Pictures híres alapítójának, aki szintén mátészalkai gyökerekkel rendelkezik, állítunk egy kiállítást, pontosabban egy filmtörténeti kiállítást, egy 21. századi miniplex mozitermet is berendezünk. A rendezvényen tűzzsonglőrök és neves előadó művészek is szórakoztatták a fényes napok résztvevőit. Kerékpárút és gyalogos átkelőhely, az iskola energetikai korszerűsítése, a települési konyha felújítása. Többek között ezek a beruházások valósulnak meg a közeljövőben Kálósemjénben. A tervekről Belica László polgármester beszélt a szombaton megrendezett 21. falunapon. A rendezvényen az önkormányzat által odaítélt díjakat is kiosztották. Megszenteltetnek ezen kenyerek. A Szentlélek malasztja, s a szentelt vízzel való meghintés által az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Görög katolikus szentliturgiát mutattak be, majd a helyi gazdák búzájából sült új kenyeret is megáldották a Kállai Kúria kápolnájánál Kálósemjénben a 21. alkalommal megrendezett falunapon. A településen hagyomány, hogy az augusztus 20-a utáni szombaton tartják a rendezvényt. Az idei ünnepségen egy jubileumról is megemlékeztek, ugyanis 20 éve szentelték fel a nagyközség zászlaját. Nézzünk most erre a kenyérre, mint munkánk gyümölcsére. Belica László polgármester köszöntőjében az új kenyérről szólva kiemelte, ahogy napról napra szükség van arra, hogy kenyér kerüljön az asztalra, úgy kell a településnek is folyamatosan megújulnia. Jó példa erre a Kállai Kúria megszépülése, amely turisztikai szempontból állította új feladatok és lehetőségek elé Kálósemjént. A polgármester elmondta, a közeljövőben is számos beruházást terveznek még. Folyamatosan fejlesztünk, hála Istennek a top forrásain belül sikerült lehetőségekhez jutnunk. A település belterületén kerékpárút, illetőleg zebra fog megvalósulni. Emellett az általános iskolai épületét tudjuk energetikailag korszerűsíteni. Nem látványos, de mégis fontos az életünk tekintetében az, hogy a szennyvíztisztító telepünket tudjuk bővíteni, korszerűsíteni, ez zajlik jelenleg is, illetőleg az önkormányzat konyhája, ami 1984-ben készült konyhát sikerül felújítani az év végéig. A falunapon kitüntetéseket is átadtak. A díjakat a településért végzett kiemelkedő munka elismeréseként ítéli oda az önkormányzat képviselőtestülete minden évben. Idén a nagyközség díszpolgára címet Horváth János római katolikus plébános vehette át. Fodor Sándorné díszoklevéllel, Kállai Miklós egykori miniszterelnök unokáját, Kállai Helén pedig emlékéremmel tüntették ki. Ugye a családunk ide kötődik, édesapám a miniszterelnök úr középső fia volt, és bár őket így a történelmi vihara elsodorta, mi már nem itt születtünk, Budapesten születtem és élek azóta is, de az édesapám és testvérei révén nagyon sokat jöttem gyerekkoromban is, de most már így felnőttként egyre sűrűbben, hál' Istennek sok olyan alkalom, esemény, örömteli
dolog van, ami miatt van okunk ide látogatni újból és újból, és így tényleg valóban ez a kötődés, a gyökerek, ez a legfontosabb számunkra, és ahogy a prédikációban hallhattunk, nekünk is van hova hazajönnünk így ezáltal. 2016-ban alapították a Lipcsei Miklós díjat, amelyet mindig a település egy újdonsült diplomásának ítélnek oda. A díjat ebben az évben az Eszterházy Károly Egyetemen testnevelő edzőszakon végzett Győri István Alex vehette át. Sorozatban 5. győzelmét szerezte meg, és továbbra is vezeti az MB2 tabelláját a kisvárdai futballcsapat. Kondás Elemér együttese a bajnokság 6. fordulójában a Csákvárt fogadta, és 0-0-ás félidő után 3-0-ra verte ellenfelét. A Kisvárda szombaton Cegléden lép pályára. Az első helyezett fogadta az utolsót, és a Kisvárda ennek szellemében is kezdte a meccset. A vendégek azonban jól védekeztek, de a hazaiak oda-oda értek a kapu elé, Lukács például 2 percen belül 2 lövéssel vétette magát észre. A legnagyobb lehetőség mégis a vendégek előtt adódott a félidő végén, jelen a lövését a kapufa mentette. A 49. percben megszerezte a vezetést a Kisvárda, egy baloldali szögletet követően Lukács elé került a labda, ő pedig 1 méterről nem hibázott. A 61. percben ismét gólt ünnepelhettek a hazai szurkolók egy szép támadás végén, Ilis tálalt Oltán elé, aki kilőtte a kapu jobb alsó sarkát. 8 perccel később bebiztosította győzelmét az Illovas, Délceg labdájával Lukács lépett ki a védők között, és a kapust is elfektetve gurított a hálóba, megszerezve saját maga 2., csapat a 3. találatát. Erről beszéltünk a mérkőzés előtt is, hogy nagyon fegyelmezetten kell futballozni, nagy akarattal, tehát egy pillanatnyi lazaság sem történhet a mérkőzésen, és türelmesen kell játszani. Mert előbb-utóbb meg fog jönni, erről beszéltünk félidőben is, hogy megvoltak a lehetőségeink első félidőben, de ott kicsit pontatlanak voltunk. Elkapkodtuk azokat a szituációkat, amiből gólt szerezhettünk volna, és azt beszéltük a félidőben, arra hívtam fel a játékosok figyelmét, hogy menni kell tovább, őrölni kell fel az ellenfelet, viszont nagyon hideg fejjel. Tehát ne nyíljunk ki hátul, nehogy véletlenül gólt tudjanak szerezni, és nehézé tegyük a saját magunknak a mérkőzést, és bíztam abba, hogy gólt fogunk tudni szerezni, vagy gólokat. Az, hogy 3-at sikerült lőni, már lehetett volna még több is igazából, de ne legyünk elégedetlenek, 3 gólt rúgtunk, magabiztos volt, tulajdonképpen első fél időben kicsit megnehezítették a dolgunkat az ellenfél játékosai, de a 2. félidőben felöröltük őket, és úgy érzem, hogy sima győzelmet adtunk. A vendégek edzője elismerte a hazaiak győzelmének jogosságát, saját csapatát pedig a küzdőszellem hiánya miatt bírálta Szanyó Károly. Majdnem, hogy számunkra hízelgő az, hogy 3-0 maradt a vége. Értetlenül állok a dolgok előtt, mert 45 percen keresztül valóban én úgy gondolom, hogy tudtuk tartani a Kisvárdát, sőt a kontráikból voltak lehetőségek, és rúgtunk kapufát, de már az első fél időben is van hiányérzetem, mert megmondom őszintén, hogy ezt a játékot futás, sprintek nélkül, akaraterén nélkül nem lehet játszani. A Kisvárda sorozatban 5. győzelmét szerezte, így érthető, hogy jó a hangulat a csapat öltözőjében. Nagyon örülünk, hogy minden hétről hétre tudunk nyerni. Nagyon jó hangulat az öltözőben, mindenki mindenkivel, olyan vagyunk, mint egy kis család, és reméljük, hogy ez a széria minél tovább ki tud tartani. A forduló további eredményei a következők: Győr Békés Cseba 0-1, Mosonmagyaróvár Vác 0-0, Sopron Szolnok 0-4, Grosics Akadémia Budaörs 3-1, Kazincz Balcika Nyíregyháza Spartakusz 2-2, Sorok Sádorok 2-1, Siófok Gyirmót 1-2, Zala Egerszeg Ceglét 2-0 és MTK Budafok 4-1. A tabella élén a Kisvárda áll 16 ponttal, megelőzve a szintén 16 pontos MTK Budapestet. A várdaiak szombaton Cegléden lépnek pályára. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Kismértékben ugyan, de csökkent a munkabalesetek száma idén az első fél évben. A javuló tendencia képét rontja, hogy a halálos kimenetelű balesetek száma viszont jelentősen növekedett. Az 1 évvel korábbi 36-ról 45-re emelkedett a féléves adatok szerint. A munkavállalók egy része szabálytalanságok mellett dolgozik, és továbbra is problémát jelent a megfelelő munkavédelmi oktatás hiánya. Önkéntes területi elven szerveződő tartalékos rendszer kialakítását, a katonák erkölcsi és anyagi megbecsülését
és nagyarányú technikai eszközfejlesztést tartalmaz a Magyar Honvédség megújítását célzó Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program, mondta a Kölcsei Televíziónak a Honvéd vezérkar főnöke a szombati nyíregyházi huszár találkozón. Pénteken elkezdődött a 16. Vidor Fesztivál, a Vidámság és Derű országos seregszemléje. A rendezvény 9 napja alatt mintegy 300 programot kínálnak a közönségnek Nyíregyházán és a megye több településén. A színházi versenyprogram mellett világzenei koncertek, irodalmi műsorok és szabadtéri filmvetítések is várják a közönséget. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták augusztus 28-án hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat elérik honlapunkon is. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket. A viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk. Eleinte változó, éjszaka, illetve kedden már többnyire alacsony nedvességtartalmú, még viszonylag hűvös levegő áramlik a Kárpát-medence fölé. Mérsékelten meleg időre számíthatunk, a sok évi átlag körüli hőmérséklettel. Az előttünk álló éjszaka változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő várható, majd fokozatosan kiderül az ég. Csapadék nem valószínű, az északi szél több felé megélénkül. Reggelre általában 13 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gomoly felhős napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északkeleti szél helyenként megélénkül. Délutánra 25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hidegfronti hatás van térségünkben. Szerdától péntekig hazánk nagy részén túlnyomóan derült napos időre van kilátás. Fokozatosan erősödik a nappali felmelegedés. A hétvégén egy hullámzó frontrendszer nagyobb nedvességtartalmú, hűvösebb levegőt szállít a Kárpát-medence fölé. Szombat napközben néhol, este, illetve vasárnap már többfelé számítani lehet zápor esőre, zivatarra. Keleten néhány fokkal, a nyugati, északnyugati ország részben jelentősen visszaesett a hőmérséklet.